Sziasztok, üdvözlök mindenkit! Végre elérkeztünk ahhoz a ponthoz, hogy már nekem is újak a questek, adjunk hozzá, és itt a Legacy of Destruction-t kell fölvennem. Oké, ahogy látom, már le is tudom adni, nél a sárkánynal. És ad egy From Ashes to Wisdom questet. Let's go to Eastern Kingdoms. Volcanic Destruction. Okay. Most el kell repülnünk Burning Steps-be. Mondjuk Alisként ez viszonylag egyszerű, mert Elvin Forest mellett van. Ugye ide Burning Steps-be kell valahova ide repülnünk. Ahogy megérkezünk a területre, már mutatja is a quest. Ez ritka, mert idáig nagyon nem mutogatta, hogy mit kell csinálni, vagy hova kell menni. Pontosan a helyre kell menni, a bagbe van egy sheep, ezt kivettem ide. Kitettem az action barra, hogy könnyebben elérjem. És hogyha elértünk erre a helyre, meg kell nyomni a sheepot. Gondolom beszélni vele. És itt ennyi, ugye már fölment 25%-ra. Innen Badlands-re kell repülni, ahol Deathwing pusztított. Itt át a hegyen. És majdnem pontosan be is jelöltem. Mindig ugyanoda oda kell menni, ahol a mappon mutatja. Mint hogy a questet a mappon mutatja. Ugye, mint mondtam, csak akkor jelenik meg, mikor az adott zónába vagy. Igen, nagyon tetszik neki ez a seb. És így már 50%-on vagyunk, mindig beszélni kell vele. És elmondja a véleményét, hogy milyen jól néz ki. Innen el kell repülnünk Twilight Highlands-re. Ahogy a területre érünk, már is mutatja, hogy hova kell mennünk pontosan. Bejelöljük. Így. Sheep. Beszélünk vele 75%. Most egy kicsit érdekes megközelítés lesz, mivel Vasírba kell menni, ez a Shimmering Expanse, ja. De viszont ezt úgy fogom megközelíteni, hogy nem portálon keresztül megyek, hanem az gyorsabb, hogyha sárkánnyal odarepülök, mivel hogyha Dragon Ridingot használsz, nincs annyi ideje a fatigue-nek. Ugye, ami nem engedi, hogy kimenj a mapról, vagy meghalj. De ezt benhagyom a videóba, hogy lássátok, hogy én hogy közelítem meg. Na és akkor innen neki indulunk, így az Expanse fele. Itt elkezd fatigelni, de ez nem baj. Ahonnan egy kicsit más színű a víz, onnan látjátok, hogy visszajön. Hú, de utálom ezt a helyet egyébként, ilyenkor rám jön egy kis fóbia, de víz alatt nem szeretek lenni. Ami játékon belül se, Subnautica az nekem nagy kihívás lenne lehet amúgy ez a játék. De mindegy is. Itt a nagy cápák vannak, és már is megjelent, hogy pontosan hová kell menni szintén. És nekem van egy busy mountom, ezt mindjárt megkeressük. Így, és akkor innen lefele kell mennünk. Csak meg kell keresnem a Vizi Mountom. Szerintem ez az Subdued Seahorse. Igen, valószínű. Increased Swim Speed. Így megérkeztünk a helyszínre. És használni kell a sípot. Sárkánnyal beszélünk. És kész is a quest. És nála kell leadni. Ez fontos. Megvan a Case of Aspiration. Vagy Aspiration. Mindegy az. Na menjünk vissza Tanarisba.